Sziasztok! Szmozsánszki István vagyok, de azért valószínűleg a leginkább csak a Flakit fogjátok hallani emlegetni. Ennek megvan a maga oka. Valóban igen, tanult kollégen, nem most tanulj. Spoiler alert. Na, szóval igen, tanult kollégáim, mint említették, lehet vinni matricán, menni, vigyétek, vegyétek, a billentyűzetet létszél, adjátok alatt, mert anélkül sírva fakadok. Másrészt viszont valóban erre fogok beszélni nektek, hogy ugye van most sok kérdője, meg van most sok, na most akkor mi lesz típusú fejvakarászás ugye a Mozilla házatáján, hogy akkor most volt ez a Firefox OS, meg nincs ez a Firefox OS, de van, de mégis nincs, de hogy akkor mi van helyette, meg ugye egyáltalán. Úgyhogy nem is annyira inkább a jövőjéről, inkább a jelenjéről szeretnék a Mozilla-nak beszélni. És akkor persze, hogy az elefánt a házban, ugye, hogy akkor mi lett a Firefox OS-sel, vetődik fel a kérdés. A Firefox OS köszöni szépen, jól van, meg van. Ugye a Mozilla-ek nagyon sokáig maceráltak ezen a döntésen, ameddig megszületett az, hogy a Firefox OS az akkori, azaz a jelenlegi formájában az nem kompetitív a piacon, és hogy ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Azok a részek, amik kompetitívek voltak, lásd például a Panasonicnek a TV-i, amik a mai napig is a 4K UHD TV-k, azok a Firefox OS-nek a részeit, vagy legalábbis nagy részét tartalmazták ugye ahhoz, hogy ilyen okos TV-s feature-öket biztosítsanak. Szóval voltak olyan niche marketek, voltak olyan részek, ahol működött ez a Firefox OS dolog, de például a mobilon nem nagyon működött. És akkor kitalálták, hogy akkor átolják ezt az egészet a community-re, meg átolják ezt, hogy akkor tényleg legyen egy ilyen kiosztunk telefonokat, amik a jó minőségi telefonokon fognak emberek majd tesztelni, és akkor lesz egy ilyen web alapú dolog. És hogy mi lett ebből az egészben? Úgy ítélték meg, hamarabb lelőtték ezt az egész dolgot, még mint bármi kisülhetett volna, bármi jó kisülhetett volna belőle. Jó, ugye ez volt a történet, de hogy mi van most? Ugye az van most, hogy vannak ezek a Firefox-os telefonok, amikkel igazából nincsen semmi. Mozilla kitalálta, hogy azért teljesen nem lövik le ezt a Firefox-os dolgot, azért van egy csomó Raspberry Pi például, a Raspberry Pi 1-2, most a 3-ra folyik éppen a Firefox-osnak a portolása. Ugye, hogy mi is az, hogy a Firefox-os portolása, ugye a Raspberry Pi mi fut, ugye egy Linux-os operációs rendszer, valamilyen Linux alapú operációs rendszer. Ugye a Firefox OS tulajdonképpen egy Linux alapú operációs rendszer, csak éppen nem a különböző Debianos és egyéb kernelekre épül, hanem magára az Android kernelre, ugye az Android kernelét használja. A Raspberry Pi 1-2 port az működik Firefox OS-ről, azaz, hogyha például egy touchscreen csatoltok, vagy egy sima monitort és egy egeret a Raspberry Pi-tok, az akkor fel tudjátok rárakni a Firefox OS-t a memóriakártya, és úgy tudjátok használni bármilyen más operációs rendszer. Miért vetődik fel a kérdés, miért használható Firefox OS? Ugye alapvetően a Mozilla új iránya, tehát a Mozilla alatt a Mozilla-Mozillát értjük, Mozilla Corporation, meg Foundation, meg ezeket. Az ő új irányuk az lenne, hogy ezt a Firefox dolgot elviszik az IoT irányába. És hogy mire egészen pontosan, hogy vannak ilyen elképzelések, itt a Connected Devices lett az új teamnek a neve, aki ezt a hátán viszi. A linket találhatok egy Mozilla nyilvános repozitoriába vezető, vagy a nyilvános fórumjára, Discordra vezető linket. Itt több új projektet is találhatok, kezdve a Mozilla Link projektől, ami egy ilyen connected okos router Firefox OS alapokon, vagy a Vanitól, ami egy ilyen offline működésre képes hangfelismerő rendszer. Ugye vannak elég jó próbálkozások mindezekkel kapcsolatban, amik azért messzire visznek az eredeti Firefox OS koncepciótól. Persze, amikor a Mozilla teljes egészében úgymond lemondott a Firefox OS mobilos megvalósításáról, akkor azért a sokakban megszólaltatta a vészcsengőt. Mi nem maradunk a Firefox OS és mobil nélkül is. Egészen pontosan az történt, hogy a community, azaz a Firefox OS fejlesztő, használó, stb. Mozillás közösség, felkarolta azt a projektet, és addig lobbizott a Mozilla-nál, ameddig bizony a Mozilla fejlesztőket és egy ilyen
tranzíciós utat jelölt ki a Firefox OS jelenlegi változatának. Ez a tranzíciós út ez annyit jelent, itt a B2G Transition Project alatt láthatjátok, illetve ez a kis ikonka, ugye ez a Boot to Gecko volt a Firefox eredeti neve, ez lesz az új projekt neve is, ugye innen a kis gecko a föld körül, ez még a Sean Martellnek, a Mozilla egyik vezető dizájnerének egy korai koncepcióra, ez a, ezt örökölte meg az új projekt, ugye ez nem Firefox OS lesz, hanem egy ilyen B2G transition mobiloperációs rendszer, és most megpróbálják a mozillások azokat a dolgokat kigyomlálni belőle, ami fenntarthatatlanná tette, és ezt az egészet átadni, ugyanúgy, ahogy a Zero AD fejlesztői átadták a projektet az open source közösségnek, teljesen open source, ugye fenntarthatóvá tenni valahogy ennek a nyílt forráskódú változatát. Ugye eddig azért a Firefox OS Mozilla fejlesztő és Mozilla backing nélkül azért nem működhetett. Most lehet azért, némileg teljesen nem száll ki mögül a Mozilla, viszont azért, ha már teljesen nem száll ki a Mozilla mögül, azért a mondjuk buildeket továbbra is fog építeni a szerver, stb. De a fejlesztésből egy idő múlva ki fogják vonni a fejlesztőket. A B2G Transition Project-en van meg egy linkkel, a szájokat természetesen megosztom majd, úgyhogy meg tudjátok nézni. Ott van egy slide deck, ahol többet hallhattok arról, hogy hogyan is fog kinézni a Firefox OS új ruhája, és nem csak a cuki geckos ikon miatt. Ugye, hogy most, hogy a Firefox OS-sel díleltünk, a Mozilla azért elég sok más mindenben is benne van a kezük. Ugye egy kicsit technikai témája lesz az előadás, úgyhogy de azért igyekszem elkerülni, hogy nagyon belemenjek a dolgokba. A Mozilla egy csomó új projekttel pörög, és pont a legutóbbi hetekben jöttek a legtöbb ilyen bejelentés ezekkel a projektekkel kapcsolatban. A Browser HTML már egy viszonylag régi projektje. Ugye, aki hallott már a Mozilla-nak a Servo böngésző motorjáról, ez a Servo böngésző motor, ugye a Mozilla elkezdett újraírni egy baromi gyors és baromi modern, mobil barát böngésző motort, amivel előbb-utóbb a saját geckós böngésző motorjukat szeretnék majd leváltani. Ennek van nagyon sok előnye, ugye eleve az új RASZ nevezetű programjába írják, ami egy csomó biztonsági hibát eleve lehetetlenné tesz pont a nyelv felépítése miatt, és fenemúlt gyors, tehát tényleg a natív C-hez képest fenemúlt gyors tud lenni ez a nyelv, minden mellett pedig ugye a párhuzamosítás és minden egyéb miatt ugye elég szép kilátásai vannak a nyelvnek. Ha rákerestek a Servo-ra, akkor tudtok rá róla információkat szerezni, illetve a Browser HTML is hivatkozik rá. De hogy mi a Browser HTML? Ugye a Mozilla-nak, aki tudja, a Mozilla Firefox böngészőnek már most is nagy része ugye HTML alapon van, tehát maga a böngésző felülete is nagy részben HTML alapokat tartalmaz, ugye aki már megnyitotta mondjuk a fejlesztő eszközöket, a fejlesztő eszközök szinte teljes mértékben HTML-t használnak a megjelenítéshez. A Browser HTML ezt egy magasabb szintre emeli, és magát a teljes böngésző felületet helyezi át egy HTML CSS alapú felületre. Ugye ez miért jó? Ugye azokat a fejlesztőket tudja a Mozilla felhasználni, akik amúgy is vannak neki, HTML és IS fejlesztőket tud a böngészőnek maga a keretének, ugye a böngészőnek, a felhasználó interfészének a elkészítéséhez. És ami még ennél is fontosabb, ugye már ugye azáltal, hogy egy ilyen Servo nevezettünk valami gyors motorja van, tényleg tud egy olyan gyors, nagysebességű felületet nyújtani, minthogyha az ember valamilyen natív, operációs rendszer szintű felületet látna. Ugye ez a cél vele, konkrétan HTML-ben újraírni a teljes böngésző felületét, és minden mellett pedig új kísérletekkel próbálkoznak arra, hogy hogyan nézzen ki ez az egész. Hogyha csak egy pillanat, csak azt hiszem, ugye ez az a böngésző felület, amivel gondolkozni lehet. Tehát hogy ez egy korai minta, csak egy korai kísérlet, ugye. De itt is látható, hogy
Ez az egész egy ilyen HTML formátumban megírt felület, és már is látszik, hogy ez ilyen tud gyors lenni, tud szép lenni, ugye tud modern lenni. Csak nagyon röviden a többi technológiai utásról, ezek mind mostanában lettek bejelentve. Aki tudja, hogy mi az a Node.js, ugye ez a szerver oldali JavaScript futtatókörnyezet, azt tudja, hogy a Node.js az a Google Chrome-nak a JavaScript motorját használja. Nemrég néhány hónappal ezelőtt, január-február környékén a Microsoft nyílt forráskódúvá tette a saját új JavaScript motorját a Chakrát, ez van ugye az Internet Explorer új verziójában. Majd ezzel együtt azt mondták, hogy innentől kezdve a Chakrát is lehet felhasználni ebbe a JavaScript futtató környezetbe. Mozilla pedig dolgozik jelen pillanatban, egy hete jelentették be, nincs egy hete, hogy bejelentették, hogy az ő saját ugye Spider-Man ki JavaScript motorjuk hasonló környezetbe, Node.js környezetbe való használatán is dolgoznak. Ez a Spider-Node, akit érdekel, kicsit utána nézhet. A Positron, ugye aki hallotta az Electronról, annak ismerős lehet a név, ugye ez az Electron, ez szintén a Node.js-re építő, illetve a Google motorjára építő felhasználó interfész, amilyen különböző desktop alkalmazásokat építhettek JavaScript-tel és webnyelvekkel. Ugye aki a GitHub Atom kódszerkesztőjével, vagy akár a Visual Studio Code editoriával találkozott már, ezek mindezt a technológiát használják, és mindegy HTML felületet használnak. A Positron szintén egy ehhez kapcsolódó technológia. És a Tofino pedig nagyon keveset lehet róla tudni, annyit tudunk róla, hogy egy egészen új kísérlet a Mozilla Firefox böngészőnek, a felhasználó interfészének az újraálmodására. Egy kis csapat dolgozik majd rajta a következő hónapokban, és tényleg nem tudunk róla ennél sokkal többet. A technológiai oldalon nagyon sok új technológia, nagyon sok új kísérlet és innováció van most csőben. Ami a webplatformot illeti, ugye itt ez nem csak a Mozilla-ra vonatkozik, a Google Chrome is nagy erőkkel implementálja ezeket a feature-öket. Ugye itt mikről van szó, ugye egyrészt a különböző webböngészőben használható alkalmazási interfészekről, ugye Bluetooth fogtok tudni a web Bluetooth appin keresztül használni, a web USB keresztül USB eszközöket fogtok tudni majd használni, illetve a Progressive Web Apps nevezető dolog, ami kicsit a Firefox OS-nek az alkalmazásainak a nyomdokába lép majd, azáltal, hogy mobiltelefonra is tehát webes alkalmazásokat tudtok offline módban használni, és a notifikációt fognak küldeni a web alkalmazások, azaz sokkal közelebb kerülnek a webes alkalmazások a natív mobilos alkalmazásokhoz. Tehát ugye ez a web platformos dolgok, így itt is a Mozilla igyekszik benne lenni a dolgok élvonalában, de ezek nagyon erősen támogatottak például a Google Chrome által. Nagyon sok minden, például ezen a progresszív web appokon is a Google Chrome csapatával közösen dolgozik a Mozilla, ugye nem csak magán a technológián, hanem ennek a technológiának az evangelizációján vagy terjesztésén is. És akkor természetesen nem maradhat ki a közösség sem, a közösség szempontjából sem. Ugye itt is megint csak egy néhány, ugye talán az kevésbé érdekes számotokra, hogy a Mozilla-nak a Webs programját egy kicsit újra az alapoktól újra kezdik építeni, és egy kicsit más fókusszal. Technikai szempontból van érdekesebb dolgok, mint például a Reps Innovation Fund, amely pontosan ezt az új kísérletező kedvet próbálja egy kicsit feléleszteni az emberekben, és eszközöket, illetve egy kis pénzt, illetve pénz támogatást nyújt azoknak, akik a Mozilla Firefox OS-ével, illetve a hasonló eszközökkel próbálnak valamilyen új kísérletet, új ötletet megvalósítani, és ehhez szükségük van egy kis segítségre. A Janitor szintén nagyon új és nagyon beta projekt, ami viszont egy egészen más irányból közelíti meg a közösséget. Ugye nagyon, aki már próbált open source projekthez kontribútálni, az valószínűleg észrevette, hogy ez azért nem egy séta való. Ugye eleve csak akár egy viszonylag egyszerű projektet is ugye megszerezni
kicsekautolni, letölteni a számítógépetekre, megtanulni azt, hogy hogyan lehet ezt buildelni és lebuildelni egy projektet. Ugye még mielőtt egy sorkódot is tudtatok volna írni egy projektben, ugye ez egy komoly teljesítmény tud lenni. Ez a Jennytől érdemes megnézni a videót. Lehetővé teszi számotokra, hogy egy webböngésző segítségével, egy webes fejlesztő felületen, mint egy távolról, egy ilyen cloud környezetben módosítsatok, járuljatok hozzá kóddal a Mozilla-nk az open source szoftvereihez, akár a Servohoz, akár a Firefoxhoz magához, tehát a Firefox böngészőhez magához, és nem kell a gépetekre letölteni több 10 gigabájtnyi forráskódot, nem kell egy build környezetet beállítani, minden a felhőben történik, nektek mindösszesen csak a szerkesztéssel kell foglalkoznotok. Aki látta mostanában az Eclipse-nek a bejelentését, ők is egy nagyon hasonló dolgot hoztak létre. Ugye ez a Mozilla projektje, ez az Ace Editornak, tehát ez a Cloud9 internetes szerkesztőnek a szolgáltatásaira épül. Úgyhogy ezért a cloud az eljön lassan a Mozillához is. És akkor így zárásképpen, hogy mire számíthatok tőlük magyar mozillásoktól. Természetesen nagyon sok mindenre ugyanúgy ott lesz az OSBP, és egy csomó egyéb másik eseménye is jelen leszünk. Ugye most jelen pillanatban, a májusban a JSConf Budapest konferencián leszünk ott, és Liv most nincsen éppen velünk. Liv nagy erőkkel szervezi azt, hogy a Mozilla jelen lehessen például a Sziget Fesztiválon is. Hogy miért akarunk jelen lenni a Sziget Fesztiválon? Nem csak... ki van most? Cher? Nem? Nej, nincs néha, azt nem tudom. Szóval nem a koncertek miatt. Ugye azért akárhogy is nézzük, a Sziget Fesztivál az 400 ezer ember érkezik Európa szerte, az egész Európából ugye a fesztiválra, ahol, hogy is mondjam, tehát, hogy egy ilyen eseményen magának a Mozilla értékeinek ugye akár csak a fókuszt a privát élet megtartására jelölt fel, akár a fókuszt arra, hogy mindenki a saját adatainak és a saját jövőjének a kovácsa, ugye azért elég sok terjeszteni, evangelizálni valóban egy ilyen fesztiválon, és ráadásul ugye a Magyar Mozilla közösség tagjai egy csomó játékkal is készülnek, úgyhogy nem csak az unalmas vigyázz az adataidra szöveget fogjuk nyomni, hanem ha minden igaz, lesznek majd olyan játékaink, hogy mindenki majd a saját mobiltelefonjáról tud majd játszani, és még internet sem kell majd hozzáadni, hogyha rácsatlakoznak a Mozillának a hálózatára, a wifi-jére, és akkor itt ezen keresztül fogják tudni majd játszani ezeket a játékokat, úgyhogy nagyon reméljük, hogy tudunk egy olyan élményt adni azon kívül is, hogy a sör és a koncert mámorban úsznak majd ott a fesztiválozók, amik azért így a lassú reggeleket azért egy kicsit be tudják majd indítani. Úgyhogy ilyen események lesznek, ezen kívül az oktatási projektjeink is pörögnek tovább, ugye az egyetemi projektjeinket megpróbáljuk egy kicsit a Firefox OS kivezetésével kicsit új irányba terelgetni, és ezen kívül pont a múlt hétvégén volt egy oktatási projektünk, ahol nagyon sok mozilás volt jelen, ahol pedig webfejlesztést tanítunk mindegy olyasmi embereknek, akiknek eddig soha semmi közök nem volt a webfejlesztéshez. Ugye, hogy itt nem arról van szó, hogy csak sima workshopról van szó, hanem egy rendes képzésről, és megpróbáljuk megmutatni ezeknek az embereknek. Volt tényleg, tehát hogy volt ilyen utcaemberétől kezdve, HRS-en át, grafikuson keresztül, fiúk, lányok vegyesen, de azért próbálunk egy kis diverzitást vinni a fejlesztők világába, úgyhogy azért igyekeztünk fókuszálni például a nőkre, de hogy kifejezetten az a célja ennek a programnak, hogy egy olyan kezdeményezést hozzunk létre, amiért nem kell fizetni, de mégis egy jó minőségű és tényleg, tehát a Budapest jelenleg legjobb webfejlesztői voltak a mentorok, akik segítettek ebben nekünk. Úgyhogy nagyon, nagyon örülünk ennek a dolognak, hogy sikerült összehozni, és reméljük, hogy lesz még sok ilyen. Ezen kívül pedig, hogyha valaki, bárki is kíváncsi arra, hogy milyen terveink vannak, és mi esetleg valamelyikben szeretne segíteni, beszállni, stb.
Amikor például itt is van egy link, amit meg tudtok nyitni, és akkor tudtok egy kicsit kutakodni, hogy miket terveztük még erre az évben. Úgyhogy nyugodtan kérdezzetek bármelyikünket, hogyha még maradt kérdésetek, és a slides.com vagy a slide.s/fakiper/mozkötőernyúzon megtaláljátok a szlájdokat. Igen? Köszönöm, tőle nem informatikus vagyok, mert el is online tanulok. Szeretném megkérdezni, hogy a browser HTML-nek a futása az erőforrás és sebesség terén milyen egy közönséges webkezelőnek az interfészéhez képest? Aha. Tehát, hogy itt alapvetően az utóbbi években nagyon durva előrelépések történtek a JavaScript-nek a futási teljesítménye irányában. Tehát gyakorlatilag ott tartunk már, hogy JavaScript kód az 1,3-szerese közelében van egy natív kódnak a futásához. Ez alatt azt kell érteni, hogy 30%-kal lassabb gyakorlatilag, mint a natív kód. Ez annak köszönhető, hogy a böngésző JavaScript motorja konkrétan natív kódra fordítja még a futtatás előtt a kódoknak a komoly százalékán. Ugye pontosan ebből kifolyólag, és pontosan abból, hogy a teljesen újra lett, például a szervónak teljesen újra lett ez a megjelenítő motorja álmodva, ugye nagyon sok minden függ, manapság már nem a nyers processzor teljesítményen vesznek el a dolgok, hanem az ilyen különböző problémákon és különböző extrákon, mint például az, hogy hogyan szinkronizálja az ember, hogyan használja ki például a processzor magoknak, a több processzor magot, hogyan párhuzamosítja a munkát, stb. És pontosan azért, mert hogy ez a szervomotor újra lett írva, ez nagyon jól tudja ezeket a párhuzamosításokat kezelni. Ettől függetlenül természetesen, tehát ez pontosan az a dolog, mint amikor az ember mindent meg lehet írni jobban, mindent meg lehet írni több munkával hatékonyabban. Ugye látjuk a 64 kilobájtos demókat, amelyek nem tudom, egész világokat renderelnek a szemünk elé, és assembly kódban byte-ról byte-ra készültek, tehát hogy mindent lehet. Egy kellőképpen elborult és kellőképpen energiával ráfordított natív user interface az tud gyorsabb lenni, viszont kellőképpen gyors tud lenni a HTML is ahhoz, hogy az ember tehát ne vegye észre alapvetően a különbséget. Igen? Igen? Browser HTML kapcsolatban. Most a sandboxing, meg utána a cookie tárolás, meg ilyesmi mind JavaScript-ben képzeljem el, hogy lesz megírva? Nem. Tehát a browser HTML ugye ez csak az a felhasználó interfészre vonatkozik. Így van. Tehát, hogy biztonsági dolgoz. Igen, tehát mind a böngészőnek most a következő a terv, ugye a böngésző alapvetően három fő komponensben van, ugye van a felhasználó interfész, van a JavaScript motor és van a HTML megjelenítő motor, ugye, és ezen kívül a különböző ragasztó glue kódok. Ugye most ilyen pillanatban a Mozilla-nak a SpiderMonkey JavaScript engine-ja, meg ennek a különböző azóta továbbfejlesztett változatai, ez marad a régiben. Van ezek jó a Mozilla-nak a böngésző motorja, ez ugye a Gecko jelen pillanatban, illetve hosszú távon talán már egyszer ez lesz a Servo, de az még nagyon messze van. És akkor ezt a kettőt ugye összefogja egy olyan ragasztékkód, amely gyakorlatilag magát a böngésző felületét adja, ez a böngésző felülete lesz aztán majd a böngésző maga, ugye Mozilla Firefox például. Ugye ez lesz az a kód, ami eddig jelen pillanatban nagyon sok C kódot, nagyon sok C++ kódot, és ezen belül is nagyon sok Zoo-nak hívják, ez az XUL bindingot tartalmaz, ugye ez a Mozilla-nak a saját kitalálmánya, egy ilyen XML-szerű, HTML-szerű valamilyen felület. Ugye ez emellett van már most jelen pillanatban is nagyon sok HTML és CSS, mint például már említett fejlesztő eszközökben. Most ez a maradék Zool és C++ kód lesz legalábbis nagyon nagy részben JavaScript-re és HTML-re, illetve majd hosszú távon talán lesz tranzicionálva. De hogy a maga a böngésző motor, ugye ez a servo, illetve maga a JavaScript motor és az ehhez kapcsolódó részek azok maradnak a C++ Rust vonalon, tehát hogy itt nem JavaScript-esítésre nem kerül sor. Igen? Igen? Nekem egy olyan kérdésem van, hogy ez a WebUSD, WebBlues, ez mit jelent? Gyakorlatilag
Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugyanolyan tónapikon keresztül, mint például a geolokációt, el tudtok érni Bluetooth vagy akár USB eszközöken. Természetesen ez nem ilyen egyszerű, mert security szempontból nyilván ilyenkor az ember fejébe egyből kalapálni kell ez a kis kalapás, meg a majom, vagy ez egy cintányira, hogy ilyet nem lehet, és ez teljesen jogos, és nem is lehet. Ugye például az USB esetén, a web USB esetén jelen pillanatban a specifikáció úgy áll, hogy magának az USB-s eszköznek kell reportálnia azt a firmware-ből, hardware-ből, stb., hogy ő web USB-t engedélyez. Tehát a jelen pillanatban nem lehet akármilyen USB-s eszközzel web USB-t használni. A Bluetooth egy fokkal könnyedebb dolog, de jelen pillanatban ezzel is az van. Ugye ezt a Jan Jobbú nevezetű úriember, aki a Firefox OS-elésükkel foglalkozott, ő neki vannak ilyen demója, ahol egy Firefox OS-es telefonról egy ilyen kis Bluetooth-os drónt távirányít ugye egy HTML-es felületről. Tehát ez gyakorlatilag Bluetooth vagy BTL-e protokolloknak a protokollhoz való hozzáférést biztosít. Ez, aki hallott már arról, hogy physical web, hogy ez mit jelent, ugye a különböző Bluetooth és beaconeknek a hozzáférését, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mondjuk van egy ilyen Bluetooth-os ilyen eszköz, mondjuk egy italautomata, az ember oda megy hozzá, előveszi a mobiltelefonját, bekapcsolja ezt a physical webes dolgot, akkor azt fogja látni, hogy az automata az is sugároz egy ilyen jelet, ugye ez lesz az a Bluetooth-os jel. Az ember arra rákattint, akkor bejön egy ilyen weboldal, ahol például, nem tudom, egy webes felületen keresztül az ember fizethet, nem tudom, bitcoinnal, vagy éppen a bankkártyájával egy ilyen biztosított, egy ilyen secure webes kapcsolaton, és cserébe az automata kiköpi neki az éppen aktuális kólát, amit éppen vett ezen a webes felületen. Tehát ez nagyjából ez a dolog, amilyen eddig csak natív alkalmazások számára volt elérhető, ez a Bluetooth-os kapcsolatnak a natív kezelése. Ez már azért, ez egy fokkal kevésbé veszélyes security szempontból, és ez a dolog, ez például már egészen távoli fázisban van. Például a Chrome böngészőben flag mögött már be lehet kapcsolni ezeket a funkciókat, tehát lehet ezeket tesztelni. A link, itt talán pont nem voltak linkek, de ha rákerestek a WebUSB-re vagy a WebBluetooth-ra akár, akkor meg lehet találni ezeknek a specifikációit, GitHub repókat, stb. Honnan tudtok olvasni részletesen. Jó, köszönöm szépen akkor.